6 MTK játékos is. Kanta teker, és nem sokat tévedett. Szöglet következik, mutatja a játékvezető. Bizony nagyot kellett védenie Molnár kapusnak. Jól fejelő védőjátékosok többek között. Trestik ráteker és gól! Nem ért hozzá senki. A cseh játékos találatával, szabadrugásból szép itt az MTK. Paks MTK 2-1 az 50. percben. Trestik megőrizte jó formáját. Ugye említettem, hogy az előző fordulóban a haladás ellen betalált nem is egyszer.